A VRTV kiemeli, hogy míg a média arról cikkezett, hogy a vajdasági termőföldeket felvásárolja az Egyesült Arab Emírségekbeli Al-Dahra vállalat, addig senki sem jelentetett meg olyan információt, miszerint ez a cég korrupciógyanús ügybe keveredett. A Közel-Keleten azonban ezt nem mulasztották el. Több médium is beszámolt arról, hogy az egyiptomi kormány Hosni Mubarak elnök leváltása után 2011-ben korrupcióval vádolta meg az arab céget, és megsemmisítette a 500 milliárd eurót érő szerződést. Ezt néhány hónappal később megújították, ami Boskó Jáksi külpolitikai elemző szerint csak az új egyiptomi hatalom politikai tesztje volt az arab ország irányába. Amikor ugyanis hatalomra kerültek, felülvizsgálták a Mubarak elnök idej alatt kötött nagy összegű állami szerződéseket. A később visszavont megítélés szerint versenytárgyaláson kívül kapott a cég 43 ezer hektár földet. Az arab vállalatnak hasonló szerződése van egyébként Szudánnal, Namíbiával és Pakisztánnal is. A VRTV által megkeresett szerbiai politikusok, akik az Al-Dahra céggel való együttműködést szorgalmazzák, nem hallottak erről a korrupciógyanús ügyről. A szerb parlament képviselőinek egyébként hamarosan ratifikálniuk kellene az Egyesült Arab Emírségekkel kötött államközi megállapodást, melynek része az Al-Dahra vállalattal tervezett szerződés is.